Minden nap újat szül. Új ígéretet. 1 millió lehetőség ölt testet minden egyes napon. De mi van, ha a következő nap felkelte nem hoz majd újabb lehetőséget? Csak halált. Rád és mindenre, amit ismertél. Te mit tennél a sötétedés előtt? Te hogyan távoznál? Egyszerű emberek vagyunk, katonák. Becsületet tanultunk, ami áldozatot jelent, az áldozat pedig halált. A sajátunkat, vagy az ellenségét. Ha úgy vesszük, mindenek előtt csak erre képzik ki a katonákat, hogy eltöröljék Isten munkáját, hogy öljenek ott, ahol Isten teremtett. Tehát nem is katonák vagyunk, hanem istenek. Halo, alkonyzóna. A 26. században járunk. Az emberiség és a Covenant néven ismert fanatikus idegen szövetség közti hosszú háború egy törékeny megállapodással zárult. A fegyverszünet ellenére a Föld külső kolóniáin továbbra is fennáll a Covenant titkos behatolásainak veszélye. A haditengerészet hírszerzési hivatala a kémelhárítást bízta meg azzal, hogy győzzék le a Covenantot a saját játékában. Most békének kellene lennie. Szedra bolygó. Népesség 92%-ban ember. Én mondom, Locke, azért rossz a Covenanttal kötött béke, mert ezt kaptuk. Kis halakat fogunk. Ki tudja? Azért jöttünk el érte, mert készül valamire. Valamire, aminek nem örülne az űrparancsnokság. Van ötlet, hogy mi lehet nála? Drog. Exotikus fauna. Te tényleg ezt mondtad? Nem igaz. Muszáj mondanom valami érdekeset. Szalere, behel a vállakot megye. Ez már elég érdekes. Bekerítjük. Mit keres itt egy Covenant űrhajó? A peremen, a Szedrán. Évek óta nem láttam ilyet. Bármi van nála, baromi hideg az a cucc. Egy stázis fogyasztó? Az csak egy valamire jó. Bombához. Ez rossz. Mozgás, emberek! Szétválunk! Ramos, tiéd a kicsi! Vettem. Gaines, itt Locke. A célpont átadta egy zelotnak. Elitnek? Szerintünk bomba. Merre van? Hová megy? A város felé tart. Küldöm a helyzetét.
Betört az egyik szerviz alagútba. Lent megszűnhet a vétel. Értettem. Hurrigan, mérj most be! Elmenekült. Biztos a város a célpontja. A keleti oldalon vagyunk. Mi van ott? Hallgatlak. A piac tér. És úgy 500 szedrai. A francba le kell kapcsolnunk. Megtudtuk, hogy hol van. Látták bemenni a plázába. Vége van. Add ide. Ez nem lehetett az. Miféle eszköz volt ez? Semmi kár. Biztos becsődelt. Egy elizzalot nem utazott volna ennyit, hogy hibázzon. De miért jöttek el ilyen messzire? Szólnunk kell Goodwinnak. Megbeszélése van. Nem kell szétkürtölnünk, amíg nem tudjuk mi ez. Mi történt vele? Nem tudom. Megfertőzte valami. Ó, Istenem! Gens! Gens! Lélegezz! Szedra gyarmati katonai kórház. Őrizzék az ajtókat! Igen is, ezredes! Rendbe fogsz jönni. Hallod? Megállj! Hírszerzés, nézze! Csak szedrai útlevéllel mehetnek be. Sérültünk van, ezredes. Később is politizálhatunk. Menjenek. Vigye a fertőtlenítőbe a csapatát, nem akarom, hogy elterjesszék a fertőző. Igenis, ezredes! Mintha valaki istent játszhatna veled. Akit nem is ismersz. Láthatatlan, mint egy gonosz erő az égbolton túlról. Elveszi tőled egyetlen előjogodat.
az életet. Mihez kezdünk? Csak várunk, hát ha eljön hozzánk. Az orvosok azt mondták, még sosem láttak ilyet. De ha nekünk továbbra sincsenek tüneteink, talán megúsztuk. Mi a fenét tettek velünk? Ramos, hallgatlak, Doki. Mit tudunk? Egyre távolabbról érkeznek a robbanásaitől. Az emberek 8-10 kilométer távolságban is fertőzöttek. Az itteni betegek kizárólag emberek. Más fajokra nincs hatással. Azt mondod, egy olyan vegyületet szereztek, ami kizárólag embereket öl és semmi más. Ez nem egy vegyület, egy elem. A 120-as családhoz hasonlít a legjobban, de egy olyan különleges mutációval, amilyet még senki sem látott. Ez az izé véletlenszerűen károsítja az emberi DNS-t, de semmi mást. A Covenant megtalálta a Szent Gráját, nem igaz? Egyetlen lövés nélkül kiirthatnak minket. Pedig állítólag nem is állunk harcban. A kérdés az, miért a Cedra? Miért egy külső kolónián használják? Miért nem egy népesebb helyen, mint a Genic 22? Biztosan tesztelnek. Kisebb terület, vegyes népesség. Ha beválik, jöhet a nagyhal. Majd tájékoztatom. A Cedraiak szerint ezzel a bányászhajóval csempészették be az elemet. A pilóták eltűntek. Ellenőrizze, Astrid. Igenis. Taylor! Ott jön az ezredese. Mit tudtak meg? Majd idővel beavatom. Azt javaslom, hogy fogjunk össze. Ugyanazt akarjuk. A hírszerzés nem fog össze senkivel. Vannak ők és az alárendeltjeik. De tudja, én nem politizálok. Két katonám intenzíven van a robbanás miatt. És én vagyok értük a felelős. Kollégaként kérem erre magát. Vigye őket a bázisra, Mészőr. Uram. El fogod mondani, hogy kivezette a hajót. Ha tovább játszod a hülyét, egy órán belül meghalsz. Éken ezredes! Nem bánja, ha beszállunk? Csak az számít, hogy fogják be, és tudják, hol a helyük. Ez a maguk hibája, ugye tudják? Nem minket akarnak, hanem magukat, a parancsnokságot. Ugyanis itt tevékenykedtek a földünkön. Jóban rosszban kitartott, és az űrparancsnokság sokat tett önért. Csak is azért jöttek, hogy a befolyásukat kiterjesszék. A kultúrák ismerete nélkül asszimilálódnak. Kantapelska, viok gobdeniv, neva refus jarnem. Axel, doktor Zsala, vlodbi. Stajlitér. Lokteg rone tu etis. Narjim. On legalja otkro. Stein axutrao. Suj inform. Retaxel snaib lament. Retairo. Ekena. Krit. Axel. Axel, le tu eldi. Ő csak közvetítő. Azt mondták, vigyen el valamit a leszálló helyre, és ne kérdezzen semmit. De ő kérdezett. Azt nem tudta meg, mi volt nála, de... Azt igen, honnan származott.
Kalt és Szilek. Egy olyan helyről, ahová senki sem megy. A pokolból származott. Kalt Szikrat. A Szilek Aglit. Olyan szörnyű hely, hogy az elitzelotok is kerülik. A Strate Szilek Kalt Nevarara. Ezért olyannal üzletelnek, aki nem. Hogyha visszakövetjük a hajó útvonalát, nem fogja elhinni, hová jutunk. Egy vörös óriáshoz fél tucat kiégett bolygó veszi körül, de nem ez az érdekes rész. A Halo gyűrű része. Az Alpha Halo? Pontosan. Amit Master Chief elpusztított. De most újra kísért minket. A robbanás és persze a tércsúszás szétszórta a gyűrű részeit a galaxisban. Ez pedig a mi vörös óriásunk pályáján kötött ki. Komoly egyezményszegés, ha valaki odamegy. Senki sem léphet többé a gyűrűre, sem a parancsnokság, sem a Covenant. Szerinted onnan származik az az elem? Az a baj, hogy nincs feljegyzés ilyen elemről a Halo gyűrűről. A robbanás előttről. Utána változhatott a helyzet. Ez igaz, közlegény. Folytassa. Mayser, tizedes vagyok, uram. Egyszerű a helyzet. Tudjuk, hogy a Halo gyűrű felrobbantása egy szupernova szintű esemény volt. A hasadás és a fúzió miatt új elemek keletkeztek, mint a mi rejtélyes elemünk. Kitalálom. A fizika a szakterülete. A navigáció. Fizikával unalmamban foglalkoztam. Lássuk az elem összetételét. Besorolása 120-tól 130-ig. Hivatkozás más bolygóknál, égitestek ezzel az elemmel. Nincs találat. Tágítsuk. Galaxisok. Az univerzum. Nincs találat. Úgy látszik, ez egyedi. Egy emberekre halálos elem. Csak ezen a kis területen fordul elő, sehol máshol. 96 négyzetkilométer. Bombázzuk le. Mondjuk egy rombolóról. Várjunk ezzel. Mit vett észre, Estrin? Egy új szállítványt. Nézze, ugyanolyan. Úgy fest valaki visszatér a senki földjére. Nincs túl sok időnk, admirális. Bátor húzás. Oda menni, elpusztítani a forrást és elkapni azokat, akik bányásszák. És megtudni, kinek árulják. Tudjuk, kinek árulják. Bizonyítékkel. Arra, hogy a Covenant szerződést szeg. Akkor hagyja jóvá. Mi vagyunk az egyetlenek, akik tehetünk valamit. Uram, ha szabad. Azt hiszem, valamiről tudnia kell. A pályája miatt a gyűrű darabja ugyanúgy kering, mint bármelyik bolygó. De a forgása gyors. Egy nap mindössze 16 óráig tart. És? Nos, mivel a csillag nagyon közel van, a nappali hőmérséklet 480 fok is lehet. Éjszaka dolgoznak. Begyűjtik az elemet, és mire fel kell a nap, már el is tűnnek. Éjjel nagyjából 55 fokosra hűl le a tömege miatt. Azért ismerjük el. Tökösek. Még odaérhetünk, mielőtt végeznének. A hevokkal elpusztítjuk a forrást, elkapjuk őket, és pár óra alatt végzünk is. A hevok nagy kérés. Ez egy komoly helyzet, uram. Ha ma akarja csinálni, az egyetlen esélye a Szedraiak. Hol van Aiken? Ő most nem elérhető, uram. Nem elérhető, uram!
kell egy hajó. Sokat hallottam már a Halo gyűrűről, de azt nem gondoltam, hogy egyszer oda megyünk. Már a Halo gyűrű sem a régi, hidd el. Egy kondort adnak nekünk. Megteszünk. Úgy fest társaságunk lesz. Uram? Hozzon oxigént. Igenis. Nem terveztünk együttműködést. Alábecsüli a szedraiakat parancsnok. Ha minket bántanak, nem hagyjuk, hogy más küzdjön helyettünk. Egyedül jobbak vagyunk. Örüljön, hogy egyáltalán szóba jönnek. Mi fogjuk végezni a kemény munkát? Majd meglátjuk. 10 percük van. Ez így nem jó. Ezek itt 200 éve mögöttünk jár. Még hisznek a Valhallában. Nincs választásunk, Horrigan. Készen áll a pokol? Hallottam, hogy hazajössz majd. Rajzoltam egy képet a családról. Szia, apu! Hiányzol! Látott már valaha Havokot? Csak virtuálisan. Na és háborút? Azt látott? Valamit nem tud a szedraiakról. Folyamatos háborúban éltünk, ellenségekkel körülvéve. Harcra születtünk. Az lehet. De ha azzal hibázik, ideje sem lesz rájönni, hogy hibázott. Másnak sem 100 kilométeren belül. Épp ezért csak mi érhetünk hozzá. Ez a mi küldetésünk. Ezt meg ne halljam még egyszer, hadnagy. Ez egy szedrai hadművelet. De mi állítjuk be a bombát? És mi kapjuk el a csempészeket? Tanácsadónak. Elhallgattatná a beosztottját lokparancsnok? Nem beszél tovább. Elmondta, amit akart. Nos, ha megérkezünk, nagyjából 8 óránk lesz napkeltéig. Ha valaki a felszínen lesz még akkor, meghal. A levegő belélegezhető, de az oxigén tartalma 20%-a a megszokottnak. Ez lelassít majd bennünket, ezért oxigéncsomagot kapnak és gáztisztítót. És végül nem akarok címkézést hallani, amíg ott leszünk. Nincs többé szedrai és hírszerzés. Csak egy csapat katona. És a küldetés vezetőjeként mindenki nekem jelent. Megértették? Megértettük. Én nem értettem meg. Csak hogy tud, az egyetlen, akire hallgatok, te vagy. Thank you.
A barátjának nincs igaza. Tudunk harcolni. De ma nem fognak. Az ezredesnek igaza volt. Hírszerzés. Azt hiszik, mindenkinél jobbak. Mármint tényleg így van, de hát... Az egyetlen különbség köztünk a kiképzés. Szóval azt hiszi, hogy a kiképzéssel ugyanilyen jó lenne? Talán még jobb is. Ez a legfőbb vágya? A hírszerzés? Látja, itt vagyunk. Legyen inkább spártai. Vagy egyik se. Tudja, ő spártai volt. Úgy egy évtizede. Rendőr 037 néven. Egy nap felállt és elsétált. De a programból senki sem lép ki. Nem szabadna megtörténnie. Túl sokat fektetnek beléjük. De azóta eltelt 10 év, és most ő a maga ezredese. Az egész testét súlyos sebhelyek borítják. A neve már nem Rendőr, hanem Aiken. Hogy lehet ez? Ön hírszerző. Mondja meg. Hogyan mész? Én nem bízom meg magában. A munkánk része, hogy ne bízzanak bennünk. Parancsnok! Ezredes, bemértük a szállító helyzetét. Célponttól 2 kilométerre dob le minket, onnan gyalog megyünk. Ne keltsünk nagy feltűnést. A Havokot pedig, ha ön is egyetért, parancsnok, hagyjuk itt a hajón, amíg nincs meg a zsákmány. Majd csak akkor robbantjuk fel, tisztes távolságban a detonációtól. De ne olyan messziről, hogy ne alassuk. Egyszerűen csodálatos élmény végignézni, ahogy egy Havok felrobban. Egy páratlan tűzijáték. Ahogy mondod. Ha jelt adunk, jöjjenek. Utolsó esély. Egyedül is megoldjuk. Csapatként csináljuk. Maga tudja, igyekezzen. Valamiért nagyon kiborít ez a hely. Az egész kiégett. Nincsenek folyók, erdők, és már élőlények sem. Tényleg minden halott. A hírnökök 100 000 évvel ezelőtt építették, de még mindig nem értjük teljesen. Még akkor sem, ha ilyenné vált. Valériai szállítóhajó elhagyatott. Nem látok semmi mozgást. Ezt, Weisner, menjünk, kerítsük be. Nem akarok meglepetést. Igen, uram. Thank you.
a véleménye, ezredes? Mint egy kényszer leszállás. De a motor még meleg. Működőképes. Miért használták az ejtőernyőt? Elég szűkös két személynek. A kérdés, hogy hol lehetnek? Találtam valamit. Szállító egység. Eléggé megrongálódott becsapódáskor. Leszállás közben dobták ki. Gondolom nem tervezték visszavinni. Lónyomok! Ki a franchoz ide lovat? Nem tudtak a telep mellett landolni. Biztosan így volt a leggyorsabb. A leggyorsabb úgy 1000 évvel ezelőtt. Itt egy barlang, Mészer. Át tudja világítani? Nem, uram. Túl sűrű. Értettem. Maradjon a közelünkben. A pozíciót kiválaszthatjuk, de figyeljenek. Értettük, uram. Készüljenek. Nő a páratartalom. Megvannak, előttük. M53-as, nem halálos. Harcképtelenül akarom őket, nem holtan. Miénk a hajó, nincs kiút! Felállni! Tegyék le a fegyvert! Ezek nem csempészek. Tegyék le a fegyvert, most azonnal! Mi jutott a lovakba? Éreznek valamit. Elmennek. A fenébe. Horrigan, Estrin! Ezredes, megvannak. Önöktől keletre. Ingadjunk le, jó? Fogalmuk sincs, hogy mit csinálnak. Fogd be és tartalékold az erődet. Nem rossz a tanácsadóktól, igaz, ezredes? Jöjjön, Mészer, megvan a zsákvány. Értettem. Közlegény, hozza a tárolót. Igenis. Földre! Ne tanulni!
Mégis mik ezek? Most csak is az számít, hogy takarásban vagyunk. Nem látnak minket. Én nem vagyok biztos ebben. Technológiájukból. Mágnesként vonza őket. Megérzik. Ha ez megvan, a maguk mozgását is érzik. Kapcsoljuk. Tessék! Rajta! Valaki elmondaná, hogy mik is ezek? Nem tudom, de úgy látom, hogy a csorda szellem vezérli őket. Azt mondanám... Vadászférgek! Vagy valami olyasmik. De az, hogy megérezzék, hol vagyunk, többnyire nem jellemző rájuk. A szerveik érzékelik a levegő változását. Mágneses zavarokat, rádióhullámokat, EMP-ket, az összes eszközüket. Vadászférgeknek hívják őket, mi pedig lekkolóknak. Megtanultuk, hogy ne hozzunk technológiát erre a helyre. Rosszul reagálnak rá. Ők nem tudják, mit tegyenek, testvér. Annyira bíznak a technológiájukban, hogy azt sem tudják, mit tegyenek nélküle, igaz? Lehet, hogy ez végez majd magukkal. Na, eltört a bokám. Van egy kis gond. Az egységek csak a bolygón belül tudnak kommunikálni. És mivel a kondor a kanyon mélyén van, esélyünk sincs, hogy segítséget kérhessünk. Nagyon úgy néz ki, hogy senki sem megy el innen. És 5 óra múlva fel kell majd a nap. Mind elporladunk. Nem igaz. Itt van a hajó. Az 2 személyes. Mi pedig 9-en vagyunk. Biztos, hogy nincs kommunikáció? Csak a kondoron van nagy hatótávú eszköz. És még ha tudnánk is jelet küldeni,
Három óra alatt biztosan nem érne ide egy mentőhajó. Akkor ez van. A bolygó, mi, és amit tehetünk. Néhányan meghalnak majd éjszaka. Ez nem kérdés. De attól még befejezhetjük időben a küldetést. A Havok egyben van. Ennél rosszabbat is kibírna. Ők megvannak. Most lemegyünk a Kondorhoz. És felrobbantjuk a telepet. Fontos, hogy a Szedrai helyzet ne ismétlődjön meg. Két óránk van. Az út is annyi. És mi lesz, ha odaérünk? Hogy döntjük el, ki menjen? Mentőcsónak elvel. Az Észak-Angol tengerparton töltöttem a gyerekkoromat, sokat meséltek a haditengerészetről. A hajótörött matrózok mentőcsónakban hánykódtak, muszáj volt összetartaniuk. Nem beszekedtek az ételen, a vízen. Csak a legvégén, amikor muszáj volt, akkor hozták meg a döntést, hogy ki él és ki hal meg. Ha előtették volna, oda lett volna az együttműködésük, ami életben tartotta őket addig, amíg megmentették őket. Hogy hozták meg a nehéz döntést? Sorsot húztak. Nagyon remélem, hogy nem zuhant le a legaljára. Csak egy módon derül ki. Javaslom, hogy vegyék le a páncélt. A hidraulika és a léghűtő nélkül csak plusz súly. Lelassít. Megsülnek benne. Igaz. Csak az oxigént tartjuk meg. Egy ideig bírjuk nélkülete. Ilyen légkörben hamar megéreznénk a hiányát. Előbb vagy utóbb mind aktiváljuk az utolsó levegőegységeket. Mostantól kezdve csak magunkra számíthatunk. Hadd lássák a barátaink, hogy egy katona nem csupán páncélból áll. Ezt csináljuk. Lemegyünk, amikor a kiút felfelé van. Ha valaki képes megoldani ezt a helyzetet, az Lok. Az esze. Nem húzunk sorsot. Van jobb ötleted? Esetleg kivallathatnánk őket. Megszereznénk az infót, és kész. Meg kellene várnunk tőlük. Csak az a gond, hogy képben vannak. Hamarabb érnének a hajóhoz. Akkor el kell intéznünk őket. Hadd emlékeztessem, hadnagy, hogy itt kizárólag én hozok döntéseket is. Ilyesmiről még szó sem lehet. Na ide figyeljen. Minden tiszteletem Weisnernek és a túlértékelt buszsofőrjének, de a csapata halott és nincs hajója.
Most már maga is olyan, mint mi. Morrigan. Elnézést. Túlzásba estem. Ugyan, hadnagy. Úgy látom, hogy még van mondani valója. Beszéljen. Ahogy maga mondta, mi csak egy csapat katona vagyunk. Épp ezért jól tudjuk, hogy a szolgálatunk nem gyerekjáték. Ha ez tényleg kizárólag a küldetésről szól, ahogy maga állítja, akkor a küldetéssel kell foglalkoznunk, és nem cipelhetjük még őket is magunkkal. Végezhetnek mindkettőnkkel. De kíváncsi vagyok, hogy akkor kivezetné a hajót. Senki sem végez itt senkivel. Nem eshetünk pánikba. Az nem opció. Csend. Állítólag a katona legjobb társa. Megajándékozza a meglepetés erejével, felfedi ellensége mozdulatait. De rég megtanultam, hogy ez nem igaz. Mert a csend lehetővé teszi, hogy a katona gondolkozzon. Időt ad a félelemre. És egy ilyet katona elkezd döntéseket hozni. Azért, hogy elűzze a félelmét. És ezzel minden tönkre tehet. Mennyi van még? Miért segítenék? Azért, mert nálunk van fegyver. Nem ismeri a bolygómat, ugye? Az Aleriát. Egy 100 éves szárazság megölte a lakosság felét. Bármit megteszünk az életért. Az apák még a fiaikat is elküldik erre a pokoli helyre, hogy pénzt szerezzenek. Ha tönkre teszik a lelőhelyet, elveszik a népem egyik utolsó bevételi forrását. Az persze nincs ellenükre, hogy mások élete árán szerzik meg. Ez jó. Pont maga beszél. Ide figyeljen. Ne politizáljunk. Ma este ne. Egy csapat vagyunk, amelynek közös célja a túlélés. Megtaláljuk a hajót. Felrobbantjuk a bombát, már ha még működik, és elpusztítjuk a lelőhelyet. És ezt nem tudja meggátolni. De elősegítheti, hogy gyorsabban megtörténjen. És legalább néhányunknak meg lesz az esélye, hogy élve kijusson. Akár magának is. Én nem jutok ki innen élve. A barátja nem engedné. A szavamat adom. Ha segít a keresésben, egyenlő esélyekkel indulhat. Tudom, hogy szerencsejátékos. A tény, hogy erre a helyre jött, ilyen körülmények között. Bizonyítja, hogy nagyon is az. Ott van a szerpentin. Oda lent, balra. Veszélyes játékot játszol. Ez lehetetlen. Növények, víz. Mi a fene? Biztos nem szén alapú élet. Sok minden lehet ez. Halo gyűrű. Itt akármi megtörténhet. Fogy a lendületünk. Oxigént kell szereznünk, vagy elkezdünk hullani. Nekünk nem kell levegő. Mi nem jöttünk volna olyan helyre, ahol a levegő is azt üzeni, hogy nem kellene itt lennünk. Hiszel, elég. Rendben.
Egyszerre kapcsoljuk be a három lélegeztető rendszert. Mindenki feltöltődik, és elzárjuk. Minél gyorsabban. Ide vonza a férgeket. Harminc másodperc. Megyünk, amint végeztünk. Zárjuk el! Menjünk! Gyere! Igen, csomag. Megvan? Látom már. Ketten lemaradtak. Vajna. Ne mozduljon, Mason! Mason! Menjen! Elkapták, megölték, és eljöttek a Halo gyűrűért.
sosem lesz vége. Egyébként köszönöm. Úgy fest a túlértékelt buszsofőr, mégiscsak jó valamire. Igen, és más helyzetben kész főnyeremény lenne. 2:40 van a napkeltéig. Indulnunk kell. Szerintem ez egy jó hely. Itt biztonságos. Mi volt ez? Úristen! Ez Weisner! Nem, ez nem ő! Ne! Csak imitálják. Ne! De izommozgásra nem képesek. Ez egy csapda. El kell mennünk innen most azonnal. Közel vannak, és vele nem jutunk sehova. Akkor miért nem hagynak itt? Elegem van már ebből. Amúgy, ha elfutnak, meghallják. És talán láthatom, ahogy széttépik magukat. Biztos, hogy nem sikerül. Nem vagyunk elég gyorsak. Igaza van. Nem vagyunk elég gyorsak. Deg! Átkozott, Deg! Nem te döntesz! Nem teheted! Ne játsz Istent! Nincs hozzá jogod! Nézz körül! Látod valahol Istent? Ma este mi vagyunk Isten! Igaza volt, csak mi nem tudtuk. Abban a percben, a bolygón, az ördöggel a sarkunkban, istenek voltunk. Az átkozottaké. Rendre utasítom. Megesküszöm. Jó terv. Nem tudom, megvalósítható-e a csapat szétesésével. Ha összedolgozunk, az lesz. A hírszerzők összetartanak, maga is tudja, és én is. Azt hittem, nem akar több címkézést. Ha valaki fél, bezárkózik. Csak magában bízik, másban nem, de most muszáj. Ne mondja, hogy nem. Mintha ez nehezére esne. Okot akar, hogy egymásnak essünk. Miért félne? Egyedül vagyok. A túlbecsült buszsofőr az erősítésem. Csak hogy maga spártai volt. Maga még fél parancsnok. Én már halott vagyok. Ez a különbség kettőnk között. Én lemondtam az életemről, amikor katonának álltam. Már csak az a kérdés, hogyan lesz vége? A dicső harcos. Hát persze. Ha meghalunk, a Valhallába jutunk, ugye? Egy hírszerző nem jut a Valhallába. Na figyelj! Halál vágya van. A történtek miatt. Rendben. De én még harcolok. Nem adom meg magam ma éjszaka. Még nem. Sem a férgeknek, sem önnek,
sem a napnak. Adja, hogy ők halljanak meg korábban? Nem, soha. Ők a csapatom. Szeretem őket. Mert maga csak akkor maradhat életben. Tudja ezt, ugye? Maga, vagy ők. Szereti őket? Tényleg? Akkor nem kérdés. Itt van egy része. Közel vagyunk. Váljunk szét és keressünk utat. Sajnálom, hogy ezt kellett tennem bele. De eljutottunk ide. Esélyt adott az életre. Mi nekünk. Tudod, egész végig csak erre gondoltak. A döntésre. És mi is. Miről döntünk? Arról, hogy ki élhet még. Rajtunk kívül, mert te is jól tudod, hogy az egyik ülést már mindenki kinézte magának. Szétnéztem. Téged választalak. Ne csináld. Nincs sok időnk. Dönteni kell. A katonalét és a hírszerzés része, hogy mindig küzdenünk kell. Hallottam, biztos nincs esélyünk elintézni a kovenantot. És ők? Más is veszett már oda. De az nem a mi hibánk volt. Csak mondd ki, hogy a sorshúzásnál mellé mász és elviszel majd innen. A sors dönt majd. Mindenkiről. Rólam is. Ez nem elég jó. Tudnom kell, kivel vagy. Ha megmentelek, ők meghalnak. Ilyen döntést nem hozok meg. Akkor majd ők fognak döntéseket hozni. Ez tiszta sor, ugye? Gyere, haver, segíts egy kicsit. Mikor jössz haza, apu? Hallottam, hogy hazajössz majd. Rajzoltam egy kis... Megőrültél? Kapcsolt ki! Hozzájössz, én megölök. Kapcsolt ki! Ramos, csak egyszer mondom el. Szépek a gyerekeim, de ma a halálba küldhetnek. Most keressünk egy utat. Azt hittem, már a pokol 9. körében vagyunk. De úgy látszik, van egy bónusz szint is. Senkinek nincs gyerek. Ha ők meghalnak, csak ők vesznek el. Én viszont hátrahagyom őket. Senki sem.
Tudja, mi a felelősség. Fogsz meg! A küldetésre figyelj! Mindig a küldetés, nem igaz? Húzz sorsot, mint egy jó katona. Meglátod a húzás, semmit sem old majd meg. Csak a fegyver. Ha úgy döntünk, hogy a fegyvert választjuk, akkor túlélhetjük. Te és én? Melyikünk vezeti a hajót? Az egyik ülésbe pilóta kell. Talán a lány. A meleg megöli. A csempész... Úgy már csak egy hely marad. A többit megöljük. És te meg én. Sorsot húzunk. 50% esélyünk lesz. Nem egy a hét. Te megőrültél. Csak én látom tisztán a dolgot. Tévedsz! Fogd be! Nem mondd el nekik! Beavattalak! Bíztam benned! Segíts! Ramos! Ramos, segíts! Mire vársz még? Segíts már! Kérlek, húzd már fel! Még gyerekek, megérted, ugye? Mi folyik ott? Válaszolj! Leesett. Leesett. Felejtsd el. Csak az számít, hogy megvan a fegyvered. Közel vagyunk. Már nincs messze a kanyon legalja. Itt kellene levegőt vennünk. Ha lent csináljuk, közel jönnek, és végünk. Mint legutóbb. Minél gyorsabban csináljuk. Na, ezt már nem haver. Erre most nincs idő. De már nem jutna elég mindenkinek. Ha el akarunk jutni a hajóhoz, levegő kell. Az összes. Ezt nem te döntöd. Megmondtam, hogy mindenki döntéseket hoz. Nincs húzás. A küldetésnek vége. Most szépen visszamegyünk a hajóhoz. Ha meg akar ölni, tegye meg, de ő kap oxigént. Nem mozdul! Elég, te ostoba! Szívok oxigént, és lelövöm. Esküszöm. Tegye le! Nem csináljuk ezt. Nem fogunk így meghalni. Fegyvert fogsz rám. Téged választottalak. Téged választottalak! Dobd el. Nem viccelek. Dobd el, vagy én. Vagy mi lesz? Bekapcsolhatjuk, ha akarod. És lőhetünk. De veszítesz. Kapcsold be. És mind meghalunk. Ti ketten is. Az nem biztos. Bekapcsolhatom. Belédereszthetek párat. Kikapcsolom. Talán a férgek sem okosak. Kockáztatnál? Most már minden kockázatos. Egy másodpercet van még, Lok. Csináld már!
Nem kell így lennie. De így lesz. Meg akartalak menteni. Nem nekem kell segítség. Mondta a halott. Ha valaki követni akarja őket, mehet. Tudja, mit gondolok. 200 métert sem bírnék ki. Pedig annyi talán elég lesz, Mészőr. Gyorsabban! Maga ellen fordul majd. Csendet. A leghaszontalanabb mindig meghal. Én kellek pilótának. Maga? Mire kell? Miért mondja ezt el? Mert magában jobban bízom, mint benne. A hevokok elvileg golyóállók. Kiderül, hogy tényleg így van-e. Uram, úgy látom, hogy a hajtómű egyes részei még működőképesek. A kondorral nem juthatunk ki. De ha leválasztjuk és beindítjuk a rakétákat, a hajóhoz eljuthatunk. Mi az? Igaza van. Én nem kellek. Igaza van. Nincs igaza. A hajóban van robotpilóta. Akkor miért van még mindig velünk? Azért, mert amellett biometrikus gyújtása van. Mindvégig ez volt az adó a kezében. Az új lenyomatával tudjuk beindítani. De csak ennyi kell. Az új lenyomata. Menjünk.
Nagyjából még fél óránk van. Csak annyi a dolgunk, hogy beállítsuk, eltűnjünk, és felrobbantsuk, amíg a hajó a pályán van. Gondok vannak. Elkiabáltam. A hajtómű működik, de az üzemanyag cellák nem. Üzemanyagra szükségünk van. Van megoldás. Ennek van egy általános energiacellája. Ha csatlakoztatjuk a kondorhoz, talán elég lesz, hogy kijussunk innen és elérjük a hajót. Helyezz el a rendszerben! Tesztelje! Lássuk, jó-e még! Igenis. Nem kímélhetjük a lelőhelyeket, ha már itt vagyunk. Az egyikünk amúgy sem jut ki erről a bolygóról. Szerintem annyit tehetünk, hogy ketten minél előbb elindulunk ahhoz a hajóhoz. A harmadik itt marad. És kézzel felrobbantja a Havokot. Erre most nincs időnk! Tessék! Gyorsan! Semmilyen. Gyerünk! Működik. De most azonnal indulnunk kell. Nem tudom, meddig bírja ki. Indulásig kapcsolja ki. Menjenek, nincs sok idejük. Ezt a döntést nem hozhatja meg. Hárman nem juthatunk innen, ezt már tudjuk. Most kell döntenünk. Menjenek már! Én vagyok a parancsnok. Én döntök. Elmaradt a sorshúzás, mi? Kettőt választok. Egy pirosat, egy fehéret. Hármat. Túl fiatal. A katona az katona. Hármat. Csak hogy tudja, közlegény, nincs visszaút. Ha tényleg választ és pirosat húz, itt hagyom magát. Döntsenek a gyöngyök. A piros itt marad.
Így van, ez jól. Nyomás. Rá is vehetem magukat. Indítsa be, Mészer. Viszlát a Valhallában. A hírszerzők nem jutnak oda. De ön talán. Kapja el őket, ha engem is visz. Ne tegye! Ne tegye!
bomba élesítve. Segítenie kell, buszsofőr! A robotpilóta olyan, mint a többinél. Indulunk! Indulunk! A halál mindenkit utolér, különösen a katonákat. Olyan elkerülhetetlen, mint a napsütés, és csak akkor félelmetes, ha attól tartasz, mi vár majd rád, ha a lelked sötét és nem tiszta. Bizonyos értelemben a katonák tényleg istenek. Feláldozzák magukat, hogy más élhessen, békében, még ha csak átmenetileg is. Akik élnek, megőrzik őket magukban. A tetteik az övéiket táplálják. Az áldozatkészség tovább él. És az utolsó perceikben majd nekik is ugyanarra a kérdésre kell válaszolniuk, amire nekünk. Az életeddel csak halált hozhatsz. Vagy a haláloddal teremthetsz életet? Ezt kérdezem tőled, Locke parancsnok. Hogyan halsz meg? És miért? Magyar hangok. Varga Rókus, Sarádi Zsolt, Szilágyi Csenge, Barát Attila, Dolmány Attila, Szabó Győző, Andrádi Zsanett, Renát Zoltán, György Rózsa Sándor, Kiskovács Luca, Jantyik Csaba, Albert Gábor, Pál Dániel, Pál Zsófia. Magyar szöveg Tóth Mátyás. Hangmérnök Farkas László. Gyártásvezető Boskó Andrea. Szinkronrendező Kosztola Tibor. A szinkront az ADS Service Kft. Megbízásából a Pannonia Sound System készítette. Produkciós vezető Kovács Anita.